A fejlesztések eredményeként a bevont célcsoportok a társadalmi közösségek aktív tagjává válnak, így a városban élők életminősége és a közösségi együttélés is javul. Nagy Ecseden a Sípucai Közösségi Ház higiénis centrumként működik, jelenleg 210 fő részére készül egyéni fejlesztési terv. Ennek az egyéni fejlesztési tervnek a végrehajtásában pedig főállású vagy részmunkaidős szociális munkások fognak segíteni, folyamatos jelenléttel és az ő életvitelük folyamatos mentorálásával amintől azt várjuk, hogy a program végére, ugye ez egy három éves program, azt reméljük, hogy a három éves program végére azokat a mindennapos problémákat, legyen ez anyagi, legyen ez mentális, legyen ez higiénés, legyen ez a gyerekeknek az iskolába való járása, a lemorzsolódás elkerülése, a napi tisztálkodástól, a környezetnek a rendben tartásától, és sorolhatnám azokat a valós problémákat, amikről tudunk a mély szegénységben élők, különösen a szegregátumban élők esetében, ezeket a problémákat szeretnénk mérsékelni. A koragyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztések érdekében iskolai lemorzsolódást segítő programok valósulnak meg. Itt a szülők azokat a technikákat tudják elsajátítani, amivel otthon is tudják fejleszteni gyermekeiket. Vizuális kép, kommunikáció, olvasnak a képről, elolvassák a szöveget ő maguk, ők maguk ugye egyrészt az olvasás élményével gazdagodnak, a történetek feldolgozásával. A történeteket lebontjuk a saját életünkre, és ebből ugye rengeteg konklúziót, konzekvenciát tudnak levonni. Úgyhogy én azt nagyon fontosnak tartom, hogy így ő, hazaviszik ennek az olvasás, a mesek kultúráját gyakorlatilag a könyvet hazavihetik, és ezáltal ugye lesz egy otthon egy kis úgynevezett kis mini könyvtáruk, amikor bármikor leveheti a gyerek a polcról a könyvet, és azt mondhatja, hogy elviszi az óvodába, és ő is vit valamit. A foglalkoztatás elősegítése mellett egészségügyi szolgáltatás, életvezetési tanácsadás, háztartási ismeretek és közbiztonsági tanácsadás is igénybe vehető. De az identitás megőrzését, önbecsülés fejlesztését is fontos célként tűzték ki. Az a fajta tradicionális szokások, amik értékek, azokat szeretnénk, hogy megőrizzék, megismerjék, és, és hozzá szokjanak, és cigánynak lenni nem bűn, cigánynak lenni jó, cigánynak lenni érdemes, mert cigányok vagyunk. A polgármester bízik abban, hogy látványos eredményeket tudnak elérni, ez pedig motiváció lehet azok számára is, akik most nem kerültek be a programba.